Újra országos bajnokságnak ad otthont Sárospatak városa. Ezúttal a serdülő ökölvívó magyar bajnokságot tartják meg Patakon. A rangos verseny rendezési jogáért 18 város szállt ringbe. Egy komoly versengés volt, hiszen nagyon sokan jelentkeztek bennek a rangos versenynek a rendezési jogáért. Nekünk Győr városát sikerült a ringben kiütnünk, magunk mögé utasítani, és így nyertük el a rendezés jogát. Köszönhető ez a sárospataki ökölvívók teljesítményének, köszönhető Krajcs Csaba elnök úrnak, és elsősorban Szabó Teri eredményeinek és edzői munkásságának. A magyar bajnokságon a konferenc kupáért küzdenek a fiatalok. A tragikus körülmények között elhunyt boxoló édesanyja nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy ezáltal is a fiára emlékeznek. Szinte hihetetlen, hogy ennyire 21 év után is, mert 21 évvel ezelőtt történt a tragédia drága fiammal, és hogy ennyi idő elteltével is, hogy ennyire szeretik, és ennyire tiszteletbe tartják azt az idejét, azt az időszakát, amikor mint ő aktív sportoló és mint magánember is, ahogy élte az életét. A nyitónapon már jól látszott, hatalmas érdeklődés övezi az ökölvívást, ami kihat majd az utánpótlásra, a sporták népszerűsítésére. Én azt gondolom, hogy most fog önálluk csak jobban megindulni, tehát várhatóan ez a bajnokság is most nagyot fog lökni a városnak az ökölvívásán. Ebből látják a gyerekek a tévében, kijönnek ide, és nagyobb kedvet fognak érezni ehhez. A bajnokságra nevezett versenyzőket 500 fő érkezett a városba, akik mind Patak jó hírét viszik majd. Én is úgy gondolom, hogy megmozgatja a várost és a környékbelieket, többen lesznek bent edzésen. Nagyon szépen köszönöm a Szakos úrnak a szakmai elismerését, hiszen a szakmai elismerés miatt tudtuk idehozni a magyar bajnokságot Sárospatakra. Orvos előlő magyar bajnokság egész hétvégén tart. Vasárnap reggel 9 órakor kezdődnek majd a döntők, majd pedig délután hirdetik ki, hogy ki viheti haza a konferenc kupát.